known you were a liar when I met you. I should have known you had a secret little double life. I should have known you were the devil flying undercover. I should have known you'd fit the part. I should have known you were a star. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét sok-sok szeretettel, így hétvégén, szombat, délután, ebédután, picivel egy jól van. Mikor ezt a videót látni fogjátok, az már vasárnap van, lesz elnézés, de reggel. Szóval üdvözlök mindenkinek itt ismételten, így pörcs meg minden után. És akkor kicsit kalandozni fogunk most, és elméletileg jön majd Gerel Game Channel is. Kép az oké, okay, megvan minden, ahogy látom, hál' Istennek, szóval jó. Miközben ide belépek, viszont lenémítom magammal. Úgy. Meg úgy. Jó. Na szóval, fiúk, lányok. Meg volt az első pörgyünk. Gerel Game Channel is ugye megérkezett. Ugye elég sok dolga van, ahogy mondtam is nektek. Elméletileg azt beszéltük, hogy így egy óra környékén majd jön ő is. Szóval elméletileg majd csatlakozni fog hozzánk, és akkor kicsit kalandozunk. Addig viszont kicsit körbenézünk, mert én Purge után egy, hát ebédig 3 órát még kb. Játszottam, farmoltam, építkeztem. Így megmutatom nektek, hogy mondjuk az, hogy a ház az kész van, de még, hát hogy mondjam, még be kell rendezni, ott vannak a sokkal jobb műhelyek, díszítés, meg hasonlók, szóval az még lehet, hogy egy hét is meg lesz, hogy elkészüljön, úgy szólván. Szóval, minimális kárt szenvedtünk, egyedül azt hiszem a lépcsőbe esett kár, de azt még nem is javítottam meg. Hangok elméletileg okék. A veszteségünk, fiúk, lányok, mutatom nektek. Meghalt 4 oknózunk, itt írja. Steinnázer, én kőoljás, 4-et elvesztettünk. Ennyi az összvisz veszteségünk. Illetve tényleg a lift sérült azt hiszem csak meg. Szóval egész jól megúsztuk, de ilyen közepes purge volt, ahogy láthattátok, van ilyen, szóval az annyira nem vészes. Meg azért eléggé sok mindent fogdostunk, úgy szólván, főleg én. És akkor nézzük is a dolgokat. Hangok megvannak, minden más is jó. Macinak annyi méz van, hogy jaj, csuhaj, meg már ez is tele van. Méz, hegyek hátán. Van nálunk jobb bunkó, meg kötél. Pontosabban acélkötél, amit ugye az egyetlen egy nevesünk tud készíteni. Itt láthattatok múltkor, hogy itt találtam ugye egy nevest. Persze, hogy el is fogtuk. És akkor mutatom nektek a házat. Hogy jelenleg így néz ki. Ugye ezt eddig is láthattátok.
Nekünk még kéne egy vagy két ilyen bunkó. Hát még pont kettő ki is fussa. Tökéletes. Meg azt is jó lenne fejleszteni esetleg. Az is fussa. Tökéletes. Minden futja. Addig jó. Ezt szerintem el kéne vinni. Most kicsit megjettem, mert volna ezek szerint egy olyan feladat, hogy készíts fegyver modifikációt. Na meg is van. És mindjárt, ahogy látjátok, hát nem látjátok, mert ott a kamera, de higgyétek el. Na eléjük a 4-es szintű Battle Pass, bár én most nem fejezettem elő, annyit nem fogunk játszani vele, úgy szólván. Szóval szerintem én ezt is elviszem, és hazafelé szerintem fogunk szerezni kis csillagfémet, meg fekete jéget. Fekete jéget. Akkor ez megvan, jobb ütő megvan. Potti, túl sok cuccot azért nem akarok elvinni, ezt tegyük hozzá, mivel... Milyen lootolni is fogunk, és az nem a legjobb, hogyha nem tudjuk ugye kiszenni a dolgokat. És azt hiszem különben a csillagfémet az csak is acélfegyve vagy jobban lehet kiszedni. Vassal azt hiszem nem lehet. Ebbe is igen sok a kő. Áttesszük a kemencébe, hadd sűrögéljen. Szóval mi nagyon sok eszközt kell letegyünk, meg igazából szerintem még ki sincs tanulva minden eszköz. Na nincs hát. Azt is majd kell még tanulgassuk. Mert mi nagyon sok mást is. És akkor ezek elkészültek, én még egyet magamhoz veszek a tral miatt. Ezeket meg kicsit fejlesztenünk kéne. És nem jót készítettem, mi? Ne ezt készítettem, de ezt kéne nekünk. Előfordul. Mondjuk úgy. De semmi sincs. Itt van már csillagfém. A csillagfém kiégetésére, szóval jól tudom, szintúgy kell fekete jég. Azt hiszem, hogy csak fekete jég kell, meg ugye a kemence. Ez is megvan, fiúk, lányok. Más is készülget. Egész szépen. Sok mamutnak hasonló töltünk. Ez az a második szint. Ugye nagyon sok eszköz van, műhely, amik iszonyú nagyok. Szóval hely az két szint mindenképp kell. Minden szint egy... alappal csökken, ami maga lesz a mondjuk úgy így körbejárható kis terasz. De föl lehet jönni, majd teszünk pár zászlót, meg nem tudom én mit, egy kis tojony kinézőket. A túloldalt... mindjárt mutatom nektek. Túloldalt itt van egy katapult, elnézést, ami már is készült, és azt mondom, csak kő kell hozzá. Igen, csak kő kell, készítsünk pár tört.
Nem, meg el is hívjál fel. Történt, és mindjárt meg is ostomoljuk Asgardot. Ez kicsit túlment. Ha már nem igen emlékszem, hogy ez hogy is volt. Ez a súly, de... Ja, 57% a súly. Jó, és akkor azt ide be kell tenni, igaz? És azt hiszem csak ki kell lőni. 57%-a meddig megye? Meg nem álltam célozni sem. Jó, addig azért még nem megy el, de egész szépen halad. Meg még nem volt beállítva. Ez már mondható, hogy Asgardot célozza. Szóval a katapult is megvan. Mind a kettőnknek lesz egy saját szobája. A harmadik emeleten. Ezt terveztem Gevelgame Channel-nek. Kicsit nagyobbnak tűnik, de az enyém mondjuk úgy, hogy kétszintes. És ez meg az enyém. És itt van egy ilyen kis átjáró. Ját. Most ki? Ami fölvisz az emeletre. És itt meg lesz ilyen kis kiülőke, mondjuk úgy, szintúgy terasz, vagy hasonló. Szép kilátással. Csöcse lesz. Meg ugye ott vannak még a díszítések. Páncél az jól van, mi is jól vagyunk, kajánk van, piánk van. Ugye a hűtőt is én már kitanultam. Azt nem is tudom, hogy azt magunkba kell vajon kapcsolni, vagy valamilyen eszközbe, de... Úgy értem kalapáccsal, de szerintem kalapáccsal kell, de... Olyan megnézzük, vágyatok? Attra kalapáccsot? Picikért. Dekoráció, és szerintem itt vannak a speciális dolgok. Na, itt a hűtő. Csillagfém kell. Fekedei mindenképp kell. Meg az izolált fém is. Jó, viszont ilyet például, most ha lenne még fekete jegem, akkor szerintem meg tudnánk csinálni, mert szerintem annyi nyersanyagot én már szedtem össze, hogy ezt az egyszerű, normális hűtőt el lehessen kaptani. Ugye a jobb acéla, vagy erősebb acéla, vagy nem is tudom miért mondjam, amihez mondom, aztán még fekete jég kell a kiégetéséhez. Ebben nem vagyok teljesen biztos. Akkor ez nem ez, akkor ezt visszatesszük ide, kalapácsot meg vissza ide. Akkor mindjárt meg is nézzük azt, hogy eszik-e vagy isszák a dolgokat. Na nézzük. Természetesen még van, itt van 10, látjátok, 10 ilyen erősebb, ebben szintúgy van, jó, annyi nincs még, vagy annyink még nincs, maradjunk egybe. Cuccokat meg tudjuk javítani, homok, maszkunk van, meg a gáz elleni maszk, szóval akkor természetesen megvan mindenünk. És addig szerintem kicsit lootolgatunk, amíg nem jön el a kolléga. Mert nekem hamarosan jönnie kell. Szerintem ez az én találom. Addig szerzünk még egy kis kaját a találóknak. Ez fontos.
utána kicsit körbenézünk. Hát, ha találunk valami neves. Most a legfontosabb az lenne, hogy szerezzünk legalább egy T3-as alkimistát, mert ugye a T3-as alkimista az már tud olajat készíteni, azt hiszem. Kiregből? De majd benne biztos. Hogy tényleg kér kell hozzá, azt már elfelejtettem. De megnézzük. Úgy, mi készítünk egy kis leskét. De például nem tudom mi van bőle, mindjárt fölvisszük. Ó, abba, alapból van benne, jó van. Ezt még fölviszem. A nagy kalandok előtt. Sőt, addig fölviszem, mert azért idő kell ennek is, hogy elkészüljön, ahogy látjátok. Úgy, és ezt is betesszük ide. Hadd készüljön. Közben hogy azért szerintem ne unatkozunk. Szerintem megnézzük így a táborokat. Hát ott állunk valami nevest. Neves alkimistát. Jaj, basszus! Szívből van mindig. Szia! Jaj! Szóval akkor addig elmegyünk egy kicsit így a táborokba körbenézni. Visszük a liánt, fiúk, lányok. Csak adunk neki bunkót. Hát, ha találunk egy neves alkimistát. Na nézzük. Szerintem T3-as már nem fogunk többet, azokat maximum megöljük. Nem hiszem, hogy szükség lenne. Na már jön is. Hagy neki! Úgy meg is van. Na jó, ezt elvisszük, ha már itt van. Azért T3-as, hát most... Akkor legalább nem is tudunk katonákat hagyni. Mert ahogy láthattátok a Purge-nél, elent is jöttek. És azért oda akarok még egy-két dolgot mindenkit építeni. Szóval nem baj az, hogyha ott is van védelmünk. Na nézzük. Ah, látom, hogy már be is léptél. Mi a terve? Sziasztok! Van nád bunkó? Amit adtál, az itt van nálam. Készítettem még egyet-kettőt. Hozd még egyet, és hozd majd a liánt, akit elkezdtél húzni. Meg nála is cseréld ki, hogy bunkó legyen, és ne fegy be. Azt sem tudom, hogy honnan akit húztam elni. Szerintem, hogy itt van lenne a lián. Itt van lent. Majd megmutatom melyik. Kicsit körbenézzünk a táborokba, fogunk egy-két talalt. Pláne egy alkimista kéne, legalább T3-as, hogy tudjunk majd olajat készíteni. Mert az kelleni fog a jobb páncélokhoz. Utána meg elmegyünk akkor Asgardot kifosztani. Lehet, hogy ott is lesz valamilyen nevesebb tal. Utána meg elmegyünk bosszozni. Ami...
a néptelembe. Kell a fragment, meg kell a map is, ugye, hogy az obelixeket majd tudjuk használni. Meg volt ez, volt ez, nem? 7-es szintű. Szerintem az lesz. De vagy ez? Az nem tudom, lehet ezeknek átnevezni? De át lehet nevezni. Nyugodtan nevezd át. Nem mondhatom neki, hogy itt, ami Jóska legyél, vagy valami? Hát legyen Jóska, hát ahogy nézed a többit, mindnek adtam valami nevet. És majdnem mindnek. Nyugodtan nevezd át. És hogy tudom átnevezni? Egyszerűen elkattintasz egy íve, és akkor megnyílik a menüje. És a legfőbb középen. Itt van fent, aha. Látom, annyi a hű, de sok kajája nincs, szóval hozok neki is még kis kaját. Kelleni fog. Fegybejét meg majd vedd el is, adj neki bunkót. Kötél van nála? Az a láncom. Aha, jaj. És, ja, az a lánc, az a chain. Akkor jó. Egy pillanat. Oké. És indítok videót. Ja, oké. Okay. És felvétel. Szint úgy. Az a legem nincs gond. Napil. Oké. Addig, fiúk, lányok, megnézem azt, mondjuk, hogy kaja van, talán már, level 15-ös lett, halló. Nézzük csak meg, mit kapott. Plusz 3 HP és plusz 3 gyorsaság, az tök jó. A kelybe is kell nekünk kaja, kis leveske, mert ahogy látjátok, nincs túl sok. Köszönöm, ez megvan. Hadd szóljon egy kis zene addig. Tudjátok. Kaja van, poti van. Maszk megvan. És ahogy látjátok, azt is jó, hogy különben gáz elleni, szóval ugye homok ellen és a gáz ellen is, mondjuk úgy jó. Eszközök megvannak, lián fegyver megvan, hogyha bosszozásra kerül a sor, úgy szólván. Szóval elméletileg akkor megvan minden. Na nézzük. Itt is minden oké, hál' Istennek.
Cső! Hali-hali, sziasztok! Sziasztok! Na, én meg vagyok talán, vettem magamhoz izét is. Kis itókát. Oké. Okay. Van nálam ilyen bunkós bot. Jó, meg lánc is, gondolom. Igen, meg egy lánc is. Kaja, pia, van mi? Hát, kaja ez a cooking pork fest, vagy mi a túrónak. De így, mennyi van? Három darab. Hamar gyorsan öljünk meg egy disznót, és van nálad húsbád. Majd azzal dolgozt fel. Jó. Várjál, hol a Jóska gyerek, azt viszem magammal. Azért, mert félek. Pillanat. A balac az megborult. Jaj, jön a másik. Nem baj az. A sajátomat találtam, nem? Ja, igen. Ilyenkor ugye a taloknál bunkóban azzal nem sebeznek. Nekünk kell azért megölni ilyenkor. Nézd, hogy most beszorultam a kettőt. Pillanat, elküldöm az enyémet. Kösz. Nincs mit. Aztán bárcsa az, és így rengeteg húst ad. Oké. És hazafutunk, és gyorsan megsütöd. Én eltettem 30 potit, annyi biztos elég. 30-a? Ha? Na, 15 ha van, 14. Hát szerintem még tegyük. Majd el. Mert gyors bilen. Várj, mert mindig overbőrönd vagyok. Aha. A sima hús, az kell? Szerintem nem. Vagy ezt eldobhatom, hogy egyik ilyen baromi nehéz. Szerintem a csülök a legjobb. Jó kis csülök. A csülök a legjobb? Aha. Hát alapból ad plusz 20 HP-t, ha eszed. Igen. És egyszerűen ide beteszed és megsütöd. Majd kapcsolod be. Még pakoltam, még pakoltam. Okay. És vizet azt... itt a kút. Csináltam egy kutat. Ha van flaskád, de gondolom van. Elvileg van, és azt írja, hogy... Már mondjuk van benne. Jó, feltöltöttem azért biztonság kedvéért. Ja, sosem állt. Meghozok még viszont potit. Azt mindenképp hoz. Meg, ne menj még fel! Vedd fel az ágyad! Mutatom a szobádat. Még azt mondom, hogy szobádat. Már ennyi mindent csináltam megint? Három órán keresztül farmoltam, még megépítkeztem. Szóval a ház az mondjuk úgy megvan. Majd még műhelyek kellenek. Meg egy kis díszítgetés. Amíg neked van DLC is, nem? Megvan mind. Ja. Itt a, itt a harmadik önzete szobád. Az igen. Én csak ide dobjam le az ágyat. Ahova akarod, aztán majd beendezem. Ne legyen útban. Na jó lesz az ott. Megaktivált, ha nincs, meg... Hát szerintem én teszem, akkor be van, van. Gyere kicsit. Hova? Ege? Tudom, hol vagy? Itt az én szobámba. Jó, hogy fönt? Ha, gyere föl. És hogy tudok fölmenni? Ugrasz és mászás. Ó, te! Hogy kell elküldeni a izéket, ezeket a... Ja, pont ott van? Aha. Ezt arrébb sem megy, érted? Lehet az az enyém. Nem, mert az írja, hogy Jóska gyerek, ja? Úgyhogy... De, menj! Adá! Nem megy oda menni. Jó, mindegy. Menj. Adjuk. Menj. Adá! Nem volt ugyanoda visszaáll, érted? Na majd most. Oké, okay, menj előre.
Oké, okay, úgy. Jövök utánad. Itt az ajtó, ki lehet jönni is. Itt a nagy terasz. Nagy terasz. Majd ide jönnek széket, meg hasonló. És ott van Asgard, ugye? Majd azt kifosztjuk ma, most. De egyformák okay. Vagytok. De egyformák. Hát végülis mind a kettő ilyen. És akkor itt vissza, lefelé. Mutatom neked a katapultot. Katapult. Aha. Itt is van. Ezzel tudunk lőni? Aha. Ezt repuski. Szerintem használni is tudod. Sima kőgolyó is van, meg robbanó bomba is van. Bár azt még nem tudtam készíteni. Király. Na akkor haladjunk. Várj, mert pocit nem vettem még fel. Ja, oké, okay, hát úgyis így kell menjünk. Még mit elfelejtem. A másikban van, itt. Víz. A sarló meg ilyesmi fog kelleni, vagy ezt ledobálhatom? Én viszek, mert hazafelé elmegyünk csillagfémért, meg fekete jégért. Aha. Oké, van nálam valami agyar. Tudom, még betegyem be lenni. Meg ugye szereztem egy táncos lányt is. Kép itt van mögötted. Azt láttam, vele már találkoztam itt a... Vagy harcok alatt. Az fontos, mivel ő viszi csak le ezt a korrupciót. Hiába halsz meg, lépsz ki, az sosem egy élet. Csak ha van táncosod. Mi 50 elég, nem? Bőven. 50 kaja. Jó, hát van nálam majd 200 nyilvessző. Oké. Okay. Na, akkor nézzük meg először ezt a kis tábort. Bunkót elő. Előre küldjük a trollokat, őket támadják, nem minket. Szekő támadozott a csávó, vagy nem? T2-es. És ki lehet ütve mindenki? Ah, nem, még nem. Könnyebb kiütni őket, mint megölni. T1-es. Ez is T1-es. Így két-három ütésre egy T1-es, T2-es kiütsz. Elméletileg itt van recept, sőt, azt hiszem ez az. Ezt majd olvasd el. És nézzünk arra, hogy van esetleg a láda lootolható cucc. Van bent. Kő, meg trófea, meg még mit talán van benne. Ja, nem kell kő. Csak acélnek hasonló jobb cuccot. Radium Guardian Head. Hoppá, ez már visszaspónol. Két ütés egy T1-es. Sincs semmi. Akkor megnézzük a Lian tábort és elfogjuk a Liant. Azt már ugye mutattam neked őt. Meg akit hozunk magunkkal, ő is Lian. Egy T4-es neves Asgardi. Csak előbb kiütjük a kis tábort, mit szólnál. Könnyebb dolgunk legyen. Küldünk meghívót, ne jöjjön mindenki. Na! Ő egy neves íjász. És már is fogunk két neves. Egy íjászt és egy íjászt.
Csak enne pályán elvé. Tud sebezni. Arrébb is megyek, mert... Jó. Kaptam rendesen. Kapd elő a láncot, én viszont az egyiket, te a másikat. És betesszük a kerékbe. Hol van? Másik, itt. Gondolom te hozod a liánt, mert enyém az íjász. Nem valószínű. Szupi. Gyertek! Szolgálni fogtok. Szolgálni fogtok. Az utolsó pillanatig. Halálod órájáig. Ja. Igen, és akkor ebetű is simán? Ah, simán is benne is van. És még egy helyünk van. Az meg az alkémista, mi? Ha lesz. Ha eset, most az miatt nem kell bánni, meg elég, ha elkészülnek. Itt megyünk még egy kört, itt lent, ahol ugye fémet szoktunk szerezni, utána megyünk Asgardba. Jó. Utána megjöhet a névtelen. Vagy a végtelenbe is tovább. Pont elég jött a izé. Coca? Aha, nem a... Gárdod. Ja? Vagy az enyém, nem tudom, valamelyik. Pont elég szaladt, hát, mikor elengedtem az ilyet. Ha azt nézzük, ki kell, testvér? Na nézzük, kit látunk innen fentől. Az egy T3-as íjász lesz, az egy táncos, az is egy T3-as. Bunkolt elő. Tűzni nem tudom, ki lesz. Küldjük meg hívót. Ismerkedjünk a helyekkel. Hát, most mindenki engem akar. Az igen. Igen. Csak nem. Jó, azok csak T2-es, meg T3-as. Egy helyünk van, tartogassuk inkább a... Hát, ha lesz alkimista. Ez is T3-as lesz. Mehetünk is tovább. Tudod, milyen nyilatkraft toltam? Nem. Majd jött egy picit. Ahhoz, hogy egy csillagfémet ki tudjuk szedni, ahhoz ki kell robbantani. Milyen robbant? Ez tűz. Jó, de előtte robbanik, szóval... És utána lehet csak kicsákányozni. Király. De nem sebez. PV-e. Meg a híd után van egy dungeon, majd azt kéne legközelebb megcsináljuk. Mert ott kapunk olyan páncélt, hogy se a hidegben nem fagyunk meg, se a melegben nem sülünk meg. Ha éjszaka be akarunk menni. Ezek nem tudom kik. T2-es, T1-es. Ismerkedni a fájára. Annyira nem. Én bele. Ez egy T3-as le. Oké. Szegényke megmozdulni se tud. Nem. De amúgy nem is kapunk most XP-t, de... Itt is van egy recept, majd olvasd el. Szerintem én ezt már olvastam a múltkor. Oké.
akkor itt fölmegyünk, és itt lesz egy nagyobb tábor. Igazából ugye, ha ölünk, akkor kapunk XP-t, és igazából most csak kiütjük őket. Aztán majd pár perc múlva fölkelnek. Éri tovább életüket. Ez megborult. Na nézzük, ki van itthon. Legalább ezt is felfedezték. Hát igen, csak T1-esek, meg T2-esek. Táncos lány is megetsz? Van, kettes. Nézzük mi van a ládikóba. Hát... semmi jó. Hát itt sem mondanám. Házabba körbenéztél esetleg? Hát ott is még nem. Semmit nem látok itt se. Ebben nézz bele? A másik házikó kis ládájában vagy magyar? Jaj. Látod az utolsót esetleg? Igen. A gólem eset? Azt a flaskát? Uh-huh. Látom. Valamikor idén jött egy olyan update, hogy össze lehet szenni gólem részeket, és ha kit van tanulva, akkor tudsz ilyen gólemet készíteni, kőgólemet. Explosive Guardian Head. Azt írja. Menj már épp te! És akkor most bemegyünk Asgardba. Ez az. Látod azt a nagy macit? Macit? Aha. Ott, igen. Várj, hogy lehet mutatni? Igen. Nem így, nem mindegy. Ott, ahova nézek. Az egy egykopis boss, de legendás cuccot ad. Cseréljük ki a bunkó helyett, legyen fegyver a talloknál. Visszaadjuk nekik, amiük volt. Megöljük a macit. A bunkót a szó szerint tedd magadba, hogy nehogy azt használja. Úgy szoktam, hogy áthúzom és akkor kicserélődik. Meg fogunk halni. Dehogy is. Légy pozitív. Gyors lesz. Pozitívan fogunk meghalni. Felfedezted új Asgardot. Hurra. Egy maci. De ne engem! De igen, most faszik. Most igen. Beúsztad a boss maci, vigyázz. Téged fog. Ne, téged akkor lesz. Ah, van nála abszint. Mindjárt meghalt. Na, és ilyen legendásat ad mindig, ha belé nézel. Uh-huh. Meg nyugodtan tedd is el. Vérzést okoz. Én belőle elviszem az abszintot. Jó. Nem tudom, mire jó, vagy miről beszélsz, de jó. Pálinka. Szerintem más nincs. Hölgyem, nem ismerkedem. Kocsi van, barátnő. Acél, azt visszük. Ez mindenki. Acébú, acébú. Elég sok kraftolás kell ahhoz, hogy az olyan mint legyen. Nézzük a hullákat is. Jaj, ő démonikus, igaz?
a medve? Nem tudom. Ott kérdezte? Van fejszém. Ha megcsapkodjuk, vagy csapkod meg te? A démon vért. Ne a húsos, a sima fás fejszébe. Bört adott meg valami húst. Akkor nem ad, igaz? Meg körmet, aha. De most úgy tele is vagyok. Akkor dobd nyugodtan. Főleg a bőr az, ami nem hisz. Meghoztuk a számlákat. Szóval a számlákat. Együnk, igyunk. Legyen egy kis plusz HP. Jó, mennyi csak elől. Én. Te, hogy menj. Van itthon valaki? Hello? Jön a port? Ha van. Ki is fut. Ja, nem a favágó fejszével csapkod, nem lehet jobb lenni. Ó, van benne jég. És itt egy jobbos is, itt a bejárat. Véget keresnek. Engem? Ah, mondták, hogy... Anubis, így mondta. Csak épp van. Defeat was. Meg kell öljek 10 farkast. Aha, az a Battle Pass-os feladat. Elhagytad? Hol van? Kit? Hát a trollod. Mit tudom én? Hol kolbászol már megint? Ez sose dolgozik amúgy, csak itt... Meghalt biztos. Csak nem. Áh, most spawnolt ide. Itt van kint. Követ? Followingra van állítva. Akkor jó. Néha csinálják ilyet, hogy elmennek. Kávészünet. Menjünk be? Igen, amint itt lesznek a szimbik. Ez a tiéd vagy az enyém? Ez az enyém. Áj, mindig túl vagyok terhelve, ez így nem lesz jó. Csak ami fontosabb, azt tartsd meg. Többit meg adatalnak esetleg. Jó, melyik az izé a legalsó, ugye? A súly. Tényleg nézzem. Igen. Az. Ott írja, hogy wait, hogy súly. Hát muszáj vagyok rátenni, bakker, mert... Páncél is nehéz. Meg még nehezebb páncélok is lesznek. Ja, látod ott azt a kis dobozt? Azt lehet fel. Milyen dobozt? Pont előtted van. Hát de itt vannak, ketteni. Hát azért mondtam, hogy te vedd fel. Kösz. Aztán majd gyere vissza. Fragment volt, vagy mit adott? Relic fragment, aha. Amíg legalább húzzuk őket is. Nem tudom, hogy a csapkodás az jobban megéri, mint az izé. Mutálj egy picit, mi az? Mi sörül? Amit felvettél, doboz. Valami legendári, mit tudom én mi. Ja, nyelv. Az ő nyelvüket meg tudod tanulni. Vedd fel, aztán edd meg. Edd meg? Ha, az... Használj. Aha. Nézzünk be a házakba. Hello? Van itt valaki? Acél? Hát, fekállom. Ezt a bőlt is elviszünk. Nézzünk be ebben a kis házikóban is. Ott van egy bácsi. Nem sokáig lesz. Támad ő! Hát,
De beír engem, beír a legcsövesebbet! Van neked, ment? 6 cél. Ez mi? 7-et sebez. Ez a nyilvesz, ami benne van. Ha kell, akkor tedd el. Elraktam, smile-etjük. És 6 cél. Egyből rám jön, én előtted meg. Nem, én nem tudtam meg. Halló? Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Én nem is bántottam. Csak picit. Ó, oda nézd, bennem ilyen musika van. Fűszerzett. És ez jó nekem? Nem tudom, edd meg. Nem tudom, edd meg azt mondja. Bajod nem lesz. Ugye feldobom itt a pacske. Á, de vagyis. Ó. Ládikokban van csillagfém is. Na, akkor már megérte bejönni. Hát csak a kiégetéséhez kell majd fekete jég is. Az a következő... Sőt, az már az azutáni fegyver szint, mondjuk úgy. Mert az acél után van egy jobb acél is, és utána a csillagfény. A hardeni acél. Jó, nézzük. Az egyik azt szerintem szakács. Gondolták magukat? Egy kettő szakát. Mi volt ez a farzen? Hol? Ki? Nem tudom, jó, valaki kiabált a farzen. Jön egy nagy lány. Na, ez már... Na, most már van izgalom. Na, ki is feküdt mindenki? Ami van? Amit még valaki csápol. Hó. És kén. Acél. Még van valami szerszám, most tudom, mit kell elvinni, hogy mit nem. Bezúzni be tudjuk végül is. Ebben van egy poti, a gondolod így meg. Csak ezt bovasd be, hogy mit ad. Endring. Armor. Na, akkor az jó. 50 armor. Köszi, így be tudok menni. Hát igazából... Ja, itt egy macska. Macska? Ha? Akarsz házni macskát? Nem. Akkor nem veszük fel. Nem kell nekem. Házi macska. Ah, fel lehet nevelni. Nincs semmi. Miért kiabálsz? Ki? Ezt a néniben. Önök ott rám lette. Kell már egy kis pálinkát, hogy jobban legyen. Ó, ebbe is van a... Mi az? Mit mondtam előbb neked? Mit lehet felépíteni? Golem? Aha, ebbe is volt egy ész. Tatyót is nyugodtan tedd, de csak itt ki ne nyisd. Mi benne van. Többnyire fal meg kő szokott benne lenni, több tonna. Az a legendás, amit a Maci adott? Uh-huh. Az jó. Vérzést okoz. Hát, hogyha jobb, mint a balta. Az a lehet valahogy...
táncolni is, vagy... hogy van. Nem szoktam ezt használni. Viszont éppen besötétedik. Látom, hogy jól sötétedik. Nem baj, itt benne látom, hogy ábban mi az. Megjöttek a ház lakói. Igen, ezt kimondottan jobb ez a kés. Ez rendesen érződik, hogy erősebb tehetünk. Legendás. Meg bélzést is okoz, meg szerintem több a sebzése is. Biztos, hogy több a sebzése. Hát az a balta az ilyen, ez jó, mintha nem tudom, megsimogattam volna őket, azt még jobban is érezték magukat. Voltunk, akkor másik. Na, menj odé. Beálltatom a kettőt. Esik is, sötét is van. Hát, a legjobban ezt utálom. Hát, de nem tart sokáig. Hűha. Ez téged akar, azt mondta. Nem biztos. Ugatlás se emelkezik. Aha. Akkor jó. Hát itt azért, itt adja rendesen. Ha ölünk. Acél. És igazából lassan ennyi Asgard, még itt van egy-két ház. Én azt hittem, hogy ez nehezebb lesz amúgy, hogy majd úristen, ilyen boss fightok lesznek. Egy boss nincs, maximum néha. De azért acélfegyverekkel vagyunk, meg ilyen alapelmen nehéz tanzőbe. Mert nem beszél, hogy ugye van két talamunk is. Bántsák ők a nénit? Ez mi ez a treasure chest, nincs tulajdonos? Nem tudom, hol látsz, hogy... Itt bent a földön. Dick. Nem tudom, én fölkaptam, ez valami újdonság lehet. Azt látom, hogy visszad a izé. És az mit csinálják most, így kettő tenni? Le tudom tenni. Na, ez angolul van. Mit jelent az, hogy must be placed in coffer? Jó az angol, mi? Mhm. Várjál, leteszem, hogy kezdetem. Kap fel? Igen? Ez valami kincses láda. És ez a mit kell, kell vinni? Nem tudom, ez újdonság. De ez eléggé szinkes, ha így kell cipelni, mert... Hát semmit nem tud csinálni. Hát nem. Vagyis lehet, hogy csak dísz. Nem jó felé néz, itt a kiállt. De hogyha futsz vele, akkor így rögtön elve. Ah, szóval csak sétálni lehet. Aha. Kell ez nekünk szerinted? Hát nem tudom, hát azt sem tudom mire jó. Ha vigyük el azt, akkor majd kiderítjük mire jó. Majd hát, hogyha valaki jobban tudja, mint mi. Ez is valami újdonság. Most úgyis meghal mindenki. Erre szokták azt mondani, ha már idáig beverekedtük magunkat, nehogy üres kézzel távozzunk. Én hazaviszem, nekem jó lesz. Oké. Okay. Feljutszom a szobába. Mit csak? Mindjárt jövök én is. Adi, menjél csak. Nem tudom magunk tőlem. Én sem. Mert azon ki, hogy most föl lehet kapni. Aha, hát ne lehet látni is. Csak egyenesen. Kalózó kicsivel én nekiindultam. Mindjárt jövök én is. Jött meg a lunát is jövök hozzám, mert igen, ez a kalapos cucc. Ha!
akkor legalább otthon ki tudunk pakolni az egyik zsákba. Na hát, most kihalt teljesen Asgard. Jövök én is. Ott lakunk azon a... Jó, Kalim, ez csak egyenes. Na, csak van itt egy mamut. Na, van itt több is. Ja, hál' az Isten. Viszont így nem tudsz fölmenni, csak ott. Ahol le is jöttünk. Itt a két mamut közt. Ez a doboz, ami csilingel, vagy ez alapból a ruhád? Ez a doboz. De legalább most nálad is sötét van. Vagy volt, mert most már hajnalodik. Most kivételesen igen. Úgykor nem tudom, hogy miért nem volt sötét, mikor nem mondott, hogy sötét van nálam, full világosul. Igen, ezt szerintem beúsztuk, de nem baj. Gyere csak. Az bölet húz be rengetem. Nem baj. Itt a tálod is, az enyém is. Hogy van egy ilyen gyűjtető kincsekről, mert én is találtam egyet. Bár én az inventory be tudtam tenni. Ilyen csak. Egy szintet is léptem, úgyhogy jó volt. Fel tudsz menni? Hát próbálok. Úgy látom, hogy igen. Akkor jó. Csak itt ugye vannak helyiek. Szerintem nem is spawnoltak. De nem baj. Jó estét, jó estét. De inkább jó reggelt. Szavaz, bocsánat. Kincsel vagyok, nem érek rá. Sziasztok. Bocsánat. Kincs, ami nincs. Hát mondom, nem érek rá, kincsel vagyok. Nem tudom, hogy mit lehet ezzel a dolgozzal csinálni, komolyan. Még én sem. Komolyan gondolod, hogy 20 védővel nem bejössz? Sokáig nem élt. Ott felviszem a szobába, azt majd ki kell belőle valami alien, azért az itt este megrágja a testemet. Nem minden. Leteszem ide csak egyenőre a lépcső le. Félek, hogy valami kimászik belőle. Igen? Egy halotti mágiát meg lehet tanulni. Ja, tényleg a mágia. Szerintem ez csak dísz lesz. Látod ezt a vázlat itt mellette? Itt a lépcsőnél. Ezt én találtam, de ezt el tudtam tenni, mondom, az inventory-ba. Szerintem ezek csak ilyen gyűjthető plusz tartalmak. Aztán majd esetben megnézzük, hogy mi az. Ahhoz szerintem, mert csak így föl tudom menni, de hát... Mutatok neked egy térképet. Itt van, nem jelöltem. Majd nézd meg. Addig én kicsomagolok
Ne vigyük a felesleges dolgot. Ezek mik? Ez csak az egyik a map. A másik az nem tudom, hogy mi volt. Valami szövegek, úgy látom. A bunkó már nem kell nekünk, meg a kötés, én ezt visszateszem a készítő műhelybe. Csak a fegyverek kellene. És akkor nem lesz izé? Hát milyen nem volt, majd előbb-utóbb találunk. Ezt kellett volna megfognám még jötni? Hát ja, de hát most ki tudta azt, hogy sikerül vagy sem. Hányan jönnek? Lotus Banner Guardian torzó, ez mi az ilyen? Mi? Várja. Ez. Ja, amit... A golem. Amit mondtam neked, hogy össze kell szedni a darabjait, és ha ki van tanulva, akkor tudsz készíteni ilyen gólemet követőt. De az még nekem is nincs. Nem voltam még ott. Kipakolok mindent, hogy megkönnyekből üljünk, aztán mehetünk is tovább. Akkor elmenjünk a népterembe. És tovább. Ja. Yeah. Hogy ez nem az? Oké. Okay. Na, van egy kis acél, bedobom ide. Oké. Okay. Én is szeretném egy keveset. Töltjük ezt így a fel. Meg egy kis potit teszünk. Ilyen nem tetted el a maszkot. Azt terve. Én is felejtettem. Itt van a nagy szekreinkbe. A... maszk. Uh-huh. A homokvi elleni védelem maszkja. Meg... meg az gázok ellen is véd. Szóval ha gáz van, akkor csak fölveszem. Mondhatjuk. Mert most ugye megyünk a névtelenbe, és ott a sivatagos hely, és ott alapból van homokvihar, és ugye már találkoztunk egyszer homokvihar, amikor összefutottunk. Ha az jön, ezt egyszerűen fölteszed, és nem fog sebezni. Jó, meg vagyok, mert akkor még egy kis potit elteszek. Készen vagyok. Lenne a lovaknál találkozunk. Mindig ellézem, azt mindig leesek majdnem. Hozd a melyiket. Nem fog rajta lovagolni. Valószínű azért nem, mert azon még nincs nyelv. Mindegy, ezen volt. Oké. És akkor nyomás a védtelembe. És tovább. Érzem úgy, hogy ez nagyon fog fájni. Dehogy fog. Megtartunk, mert nincs staminánk. Nem van. Most már nekem is. Pénzt hozhattunk volna. Mit? Pénzt. Vettünk volna tojásokat. Ne állj meg, csak jöjj. De farkast kell lője. De különben itt vannak kölykök ezeknél. Kettő mindig szokott mondani. Elavad úgy néz ki, mint egy zsiráf. Dehogy is. Mondom.
Ez egy szellemló. Tehát egy zsiráf. De a sötétben elég könnyen észre lehet lenni. Mikor a kecske, ez bolond. Ez csak egy-egy kopis boss. Tudod, mikor megyünk akkor most be? Nem. Megtanuljuk a titkos vallást, a Jabba szagot. Jabba szagot? Uh-huh. Az egy dungeon, és csak ott lehet kitanulni az utolsó vallást. Itt le kell másszunk. Nem jó vagy mászásba? Persze, hogy nem. Jó. És az én lovom az le se jön. Biztos ne jön. Itt a másik város, ezek a vadkutyáknak a, vagy hogy hívják? Kutyák. Aha. Itt lehet Roknos tojást venni. Ezek nem olyan részesek. Szerintem. Táskára felviszünk, de csak otthon nyitjuk ki. Jó, majd ilyen szólj, ha érdekel. Így összehúzzuk őket, hogy is sokan vagyunk. Egyszer végzünk mindenkivel. Legyen egy kis izgalom. Azt jelenti. Nem is látom a bátorból. Hát igen. Esélyük sincs. Olaj. Olaj meg kén, az mindenképp kell nekünk. Itt a hiéna fiú. De szép vagy komoly. Valakinek ott elment. Nem vészesek, igaz? Van. De ez a karozás, meg késezés benne, tehát ez... Ha itt felmegyünk... Emeteg itt van valami egyszerűt is. Na, tőle tudsz venni tojást. Tojást? Aha. Mármint el tudsz élni a lovon. Egy ló mellett. Nem tudom. Pillanat. Gyertek följebb. Úgy. Elég sok helyen vannak ilyen beszélgetős NPC-k. És azért mondtam, hogy jó lett volna goldot hozni. Kis pénzt. Akkor a Jabbába. Most hány leszünk ide? Ó, Jézus eré. Te táncok ki le. A ló nem tud lelépni, mert az egy tisztít. Ki
box. Néha megszomjazunk, kiszunk egyet. Néha meghalunk. Oh. Na, ebbe is benne vannak, de hát még nincs kitanulva meg, szerintem nehéz is, nem? Annyira kiló. Szerintem nem volt nehéz. Mindegyik része 10 kiló. Felméltek, kitanulunk egy táncot. 30, 38-os vagyok. Na, az szuper. Középen egy boss van. Egy ilyen nagy kopit, azt hiszem. Hát elég gyorsan meghalt. Szerencsére. Nem adsz, ezt se adok. Adok neked... Nelszvet fel. Az csak szemét. A Jabba szalkhoz, hogy be tudjunk lépni, kell adni neki húst. Vagyis kell venni húsból potit. Ott van a husi. Nyers husi. Mehetünk. Kimegyünk. A legendás fegyverket tudod, mi az egyetlen egy baj? Nem lehet javítani fogadni. Csak legendás javítóval lehet, amit bosszad. Vagy ha van olyan neves tallod, aki tud azt készíteni. De azok többnyire purge-nél jönnek. Ó, ez mi? Érdekesen néz ki. Gyerekek, ez adja a vérkristályt. Az én nézet ez ilyen furcsán ki. Mutatom neked. Ezt adja. Ez kell az egyik dungeonbe, hogy be lehessen menni. Uh-huh. Jó, akkor pacik, aztán olgoljunk oda. Már nem vagyunk messze. Ezeket fölökjük. És fel kell beszélni, és húsért lehet venni tőle. Ki is lehet tanulni nálam valamit, valamilyen alkimiát, és tőle tudsz 5 húsért egy italt, azt vedd meg. És idd meg. És benn vagyunk a dungeonbe. Jézus eré. Na, ez a Jabba szag dungeon, a titkos vallás. Ez kicsit barátságosabban néz ki. Ezek téged akarnak, azt mondták. Pillanat.
Ez igazából ilyen állatos dungeon. Már a jobba szagaz is igazából. Szóval itt most végigmenjünk, azt a végén lesz egy valaki? Több boss van, de az utolsó boss fogja adni azt a húst, amit meg kellett, hogy kitanuld a vallást. Nád is beszél az Isten? Beszél a... Mit akarsz, disznót vagy hiénát? Hogy érted? Mindenhol kell választani, hogy merre menjünk. Tök mindegy, okay. Mert szeret. Akkor menjünk disznó felé. Mindig van ilyen választó, hogy milyen állat felé kívánsz menni. Bácán nincsen, vagy ilyen? Nincs. Nád is van olyan feladat? Nincs. Ja. Meg is van. Oké, okay. Föltegyük és meg is van a következő szint. Hogy néha itt lennem, azt mégsem találom el. Néha ja, előfordul. Nem értem, miért. Onnan jöttünk, onnan jöttünk, igaz? A ezéből a... Hogy hívják, melyiket érdemes választani? A Cure Full Harvestet, vagy az Effie-nél is? Az utolsó perknél, amik a súlyos van. Van ja, úgy... Kimaxoltad? Nem, hanem... Tehát lépek tovább, érted? Ja, aha. Csak a 10-es szintnél van az első választás. Ja, nem, addigban igen, kimaxol. Én az alsót választottam. És az mit ad, hogy azt választottad? Valami kétszer... Több nyersenyt lehet gyűjteni. Még is nekem mindegy. Én is, hát 10 pontot adtam összesen. A stamina az 15, az autoitét az ki van maxolva, az 20 pont és a HP 15, máshogy nem adtam. Hát nekem ilyen 6-10-5. Az autoritari az meg 0. Az azért jó, mert a legvége az iszony nagy bónuszt ad a trallnak. Kb. 1500 HP-t, meg plusz 20 támadást. Vagyis minden plusz 20-at ad. Azt kimaxolod. Jönnek a fárkosok. Egy 6-ot kell belőle megyél. Ja, nálad olyan feladat van? Ó,
annyit biztos meg lesz. Ha megütöm, akkor már számolja nekem is, mindegy, hogy kiviszi be a végsőt. Szerintem ez közös, ugye, mint az XP. Az elég te ölted meg is. Szerintem nem ütöttem rá, és azt nem számol. Nem számoltam mind a kettőt, hogy ráütöttem. Oké. Vagy lehet, hogy előtt nem tudom. Én azt mondod, hogy elég, ha megütöm utána, hogy kifejezi be, az mindegy. Ugye vannak ingyenes része is a Battle Pass-nak. Ahhoz, sziasztok! Én azt sem tudtam, hogy fizetés része. Hát a legtöbb része az az, de egy-két szint az ingyenes. Ez az, kész! Megcsináltam, nem tudom miért jó, de megcsináltam. Nyomsz egy tabot, ott vannak a feladatok és veszed az XP-t, és akkor nő a Battle Pass-od. Aha, kaptam valami ruhát. Light armor. Buy Battle Pass. Tavaly jött a Battle Pass. Az jó, hogy én voltam megelő, de úgy nézem, hogy téged nem tudom. Még az bántják, aki a kicsi érdőnökkel a kisebbet. Fó, nekem ennem innom kéne. Kezdek érezni szomjaznak. Akkor most én megyek előre, és utána rád támadnak. Valahol visszállt akkor is rá. Pengit még nem voltam, szóval nem ismernek. Ugye te most nem voltam még. Mi van arany? Ó! Akkor már kapott fizut. Kapott fizut? Ja? Hát jó neki. Jézusom, megittem közben 6 potit. Nekem is már csak 9 van. Ó, oh, az szép. Tudok adni majd, már van még 30. Na, most jön az első boss. Még csak most? Aha, minden dungeon hosszú. Mennyi csak. Jézus. Én menjek előre, de így sem akar megölni mindenki. Ő a jaguár, igaz? Aha. Inkább fekete párc. Van ilyesmi. A valláshoz, hogy tud használni őket, meg crafting dolgokat, itt a dungeonbe lehet hozzá ilyen növényeket szerezni, amit ezek a bosszok adnak. Hát ez engem megöl benne. Majd vicskázz meg. És se? Itt mindegy. Így is, úgy is adja. Mit kellett, hogy adjon? Valamilyen világot talán. Aha. Shade Bloom-ot, vagy micsoda, 30 darabot. Az kell a valláshoz, és csak a bosszok annak. Ugye te ma valamit craftolni akarsz majd, amikor te tanultad. Az oltárban. Jövő. Oké, mehetünk. Jönnek a macik. Vannak itt emberek, vagy? A maci az barátságosabb. Honnan tudod? Na nem tűnik barátságosnak, csak azért. Nem jó felé megyünk. Hát akkor az már nem jön ide.
Bum a fejbe. Ezek hol mennek? Nem. Kell? Dehogy kell. Okay. Akkor mennyi csak létsz. Így csak létsz. Na, jó, most jön a második boss. A két medli. Most így hirtelen nem tudom, mi lesz. Ja, de, majom! Ez neked majom? Hát miért nem az? Hát ez egy kibaszott egy gorilla. Akkor King Kong. Hát a majom a bokám alá ér. Ez kicsit följebb. De egy szép háti van, 2008-as. És ott is adja a növényeket. Hát, hogy én azt mondja, majom. Ha nem volt vészes. Akkora volt, mint egy ház. Mehetünk tovább. Most jön majd a bika. Gondolom, akkor az is milyen. Valami ezért egy kétszekrényes ajtó van, nem ilyen. Egy kut vezet Budát. Megnőtt. Meg? Ezek az acélnyi veszők? Aha. Dolgoznak a fiúk, nem? Jó, csinálják, úgy csinálják. A fiúk, odaim mentek. Az enyém az fiúk. Ugye ki is lesz maxolva. Az jó, nem?
Miért után követ? Miért követőknek tűztünk el? Pont elég. Szica, ne? Igen. Hello! És szerintem megérkeztünk a bosshoz. Igen. Na, ne menj ki a körből, mert meghalsz. Úgy értem, a... Majd a körbe. És ott a boss. Kicsit meg fog... nem fog menni a HP-cba gyorsan, Gergő. Jó, kezdődik. És akkor ilyenkor ugye elmegy a fa és lehet tovább menni. És akkor most jön a végső boss. Ja, hogy ez nem a végső volt. Én azt hittem, hogy ez a végső. Nem. Istenem, meg akar ölni, nézd meg. Az elébb is azt mondja, egy kis majomért. Előre, vagy? Nem, hát idehozom a családot. Családot, azt mondja. Én nem vagyok benne biztos, hogy erre fel voltam készülni. Ez ennyi volt. És akkor most jön a végső boss. Ez az. Végre valami jó hír. És ez mi lesz? Ez egy kis falkas. Na jó, hát tudod, kit szívassál. Tehát akkor lesz, mint az egész aréna, mi? Kis farkas. Ez is farkas, hát ez ilyen kecske ember vagy. Ilyen kecske. De engem, a normális. Figyelj, gyorsan mozog. Farkas ember. Hát azért kapja elég. Elmi volt. És nézd hátra.
Itt van Jabba. Ő ennek a valakinek az Isten. Oké, késen meg a főbossz, vagy amivel akarod. Nincs valami kedves. Igen. És adni fog sok húst. Egyet adott majd figyel. Dobj oda nekem. Egyszerűen meg kell lenni. És akkor megtanultad a titkos vallást. És igen, megtanultad. És akkor itt a, nálunk, a tudásnál, vallásoknál bejött, itt is van a titkos valláson a Jabba szag. Mert az addig nincs is ott a listában, amíg ezt végig nem viszed. Azért titkos vallás. És akkor egyszerűen kisétálunk. Ennyi volt ez a dungeon. Ez itt nagyon jó ötlet. A kisétálunk, Krisz. Hú. És akkor itt vagyunk Shepernelbe. Téged nem szeretnek úgy látom. És akkor itt kiúszunk. Itt laktunk. Igen, ezt akartam mondani, nem itt laktunk valahol? De, pont itt. És akkor most jöhet a néptelen. Milyen néptelen? Ne kezdjük. Hol vagyunk? Á, én itt laktam ezen a dombon, ti meg bal oldalt egy picire. Valahol itt voltunk, ez biztos. Aha. Ez a legnehezebb dungeon itt. Bal oldalt. Itt a Champions. Az lényeg, te milyen páncélba vagy, két ütés megöl. Na, és itt az első Obelix. Egyszerűen odafutunk, és nyomunk egyet, és aktiváljuk. És aktiváltad. Ilyenkor ezt már tudjuk használni, ha lesz mappunk. Ide tudunk spawnolni, nem kell ide futni. Király. És... kénünk az van, de itt bal oldalt vannak a kén tavak. Itt van a legtöbb kén a mappon. Na nézzük a névtelent. Meg a könyvtárt. Nincs is annyi potin mellé. Mennyit van? 5 darab. Tessék egy 10-es. Most overbőrön, de jó? Ez a farkas izé pelt, ez nem kell, ugye? Ezt eldobhatom. Eldobhatod. Szerintem adott ennyi jó húst, nem tudom, hogy milyen ezek. Nyugodtan adott egy csomó talán. Dobáld el. 1.75. Virágot. Azt kellene fog. Az az, hogy
kell, úgyhogy ezt eltartom. Mi itt vagy, akkor így neki tudunk menni a nehezebb bosszoknak is. Ja, mert kis szinten ugye. Nem, hogy már kicsi 40-es kávon. Mik ezek a csonti végtek? Meg van Nitzel, Fáti. Aminek a fele oda is van. Ilyen boss fight-os történet. Ők még csak katonák voltak. Itt az első boss, és ő adhatja a Predatort, ami az egyik legjobb fegyver. 99-et sebez. Hagyja. Sajnos csomból van. Nem tudjuk se vélesztetni meg semmit. Akkor a csontra állott jöhet. De az ikrek úgyis van. Nézd, mi van benne. Tudom. Ez mi? Hát ez egy sima bunkó, de itt a fragment, amiből tudunk tanulni. De csak 60 szint ha azt eljed után tudod megenni. Illetve van egy legendás fegyverjavító. Azt vedd ki, és akkor tudod javítani a kiskésedet. A fragmentet meg megeszem. Akkor kapok 10 pontot. Meg tudjak tanulni. Más belőle nem igen kell. Akkor elmé... ő igen. Jó, várjátok, hol vagyok? Jó, felmegyünk, jó. Akkor most elmegyünk a lángoshoz. A lángososhoz menjünk? Aha! Akkor egy sajtos tejfölös létszik. Jaj, szintúgy. Legelejét így hívom őt. Mi egy lánynál van. Ott is van. Ott a lánynál. Csak mi maga a boss nem látható, vagy legalábbis nálam, ami nem spawnolt be. Király. Ott van, az ide látom ott rá valakit. Milyen jó ismét is lenni. Milyen jó, újra itt. Nem tudom, hogy még sose volt. Mindjárt ez a kettő fel kell. Velük végzünk. Jó napot, egy sajtos tejfölös, köszi! Nem? Azt mondja, még nincsenek nyitva. Így, de miért kestett?
csontikkal érkezünk. Bosszat találok egy. A persze nem minket akarnak. Úgy a tempo. De mindenki akar is meg. Javító, mert nálam is egy gondolás vagy zöldre. Tehát egy fél hátra. Azért még jobban állok. De nem kell. Úgy is lesz. Meg jó a legvégén felhasználni, mert úgy is teljesen felhasználni. Van nála. Meg van nála valami kard is. Ó! Oh. Hazugság. Kardja vagy hogy lehet. 60 a csebez. Wow. És boka fájdalmat okoz. Boka fájdalmat? Hát... Én a... Mi ez? Fermentet eszem. Kardot nyugodtan vidd. Nézd meg milyen. De ez kétkezes nagy. Ja, akkor nem jó. Kétkezes kardokat nem szeretem, az lassú. Aha. Az van nálad? Na, egy kézzel csapkod vele. De jó néz ki, nem? Hát olyan lassú. Ez a tőr, ez valahogy ez jobban bejön. Jobbak a gyors fegyverek. És itt van egy kis alkímia. Hátul a ládájába. De ez legendáris ez a cucc? Hm? Nézd meg, kattints el. Ott írja, hogy legendás. Már ez a kés. Annak is annak kell lennie. Nem tudom. De marad ez a bicska, ez egyenlőre jobb, már lehet, hogy van ezért jobb is. Van. Szerintem van. Ez nem legendás, csak ez a tör. Dob ki egy picit? Én szerintem. Ja, ez nem. Mert akkor ott élne, hogy a bérzés meg a fegyver mellett ugye, hogy legendás, mind a kardnál is. Akkor ez csak sima, de mindegy. Attól még jó. Hát jobb, mint az előző, az biztos. Menjünk a könyvtárba. Könyvtárba? Aha. Hát kell a map. Faszom, hova lettél várni? Hát a lovat az eléggé feltűnő. Talán ha éjszaka van. Itt vagyunk, gyere csak. Ki jöttél? A névtelennek az Obelix az pont itt van a könyvtárba. A kis csontos. Megpróbálom a kardot. Oké. Az mit mutat? Yeah.
lassabbnak lassabb, de többet sebez. Akkor aktiváljuk ezt az Obelix-et is. Mi ez a corruption game? Na ezért kell a táncos lány. Sok helyen van korrupció. És csak az lesz ide. Vagy! Tudtam már csak az. Neki igazából más feladatom is. Nyomás a könyvtár. Jó, hogy ez a HP meg a Jesus stamina. Aha. És az nem tűnik el, amíg el nem veszi a táncos lány. El nem veszi a táncos lány, hát. Aha. Érdekes játék. El nem veszi. Na, a szellemmel kell beszéljük, hogy ezt a mappot, ami előtte van, ki tudjuk tanulni. És ezzel tudjuk az Obelix-eket majd használni. Meg felmentélt, ha nem eszed meg, hogy adjon pontot, itt tudsz venni ilyen plusz recepteket. Jöjjünk és beszélünk, igen, ki akarom tanulni, köszönöm, ki is tanultuk. És akkor a tudásnál meg tudjuk nézni, hogy mi kell a maphoz. When this kingdom raised knighted pillars of ja, black stone to the sky, korrupt kő is majd. I was called the archivist. Ezt majd az építő kalapát se tudjuk megnézni. Jó, szupi. Megtanultad mind a kettőt, vagy nem egyet, a mappot. Mappot. What have you brought me? Meg valamelyik szekrénynél. Ah, itt. Itt lehet fragmentért venni ilyen plusz receptet. Paci? Paci? Elmelyik a ló? Hello? Köszi? Próbáltam itt izélni, de nem csinált semmi. Mert mapnél, mappal tudjuk használni ugye az Obelix-eket. Akkor jöhet a Denebiel. Megyünk Batmanhoz. Nem, nem Batmanhez megyünk. Várjátok, hogy van az út? De, oda megyünk. Közben, hogy látom, kezd besötétenni. Nye. Hála az Isten. Nem baj, a ló az ad fényt. Ilyen több funkciós. Az első pár perc alatt mit mondasz, milyen az a fegyver? Legenda. Nem jön be. Nem? Az így eddig jobb volt. Vagy a kis kis. Hát, úgy érzem, hogy nem találnám el vele az ellenfele. Hát, a kis késsel is az a bajom amúgy, hogy ezért, hogy nem találom el, vagy nem érzem, hogy kapná a damage-t tőle. Maximum fölteszed hisznek a falra, a szobádba. Nem tudom, van olyan boss, aki ad valami normális kés fegyvert, vagy valami normális idő? Ugye mindenkik mindent ad szinte. Van olyan boss, ami
nél valamilyen fegyvert lehet csak megszerint, de az is ad más. Szóval... folyamatosan mást adnak. De sötét van. Nincs fánkénk, igaz? Nincs. Hol vagyok? Vagy hol vagy? Itt le, és... utána itt fel. Le is fel. Van pillanat. Így a sötétben én sem tájékozódok túl jól. Ha ott van Batman. Lehetne már világos. Maximum ilyen 4 perc. Látszódjon is valami? Lehet, hogy ezután haza kéne menni, nem? Bortikat meg ilyeneket újra tölteni. Ja, hogy ez előtte be is küzdted, ja. Ahhoz, amíg fel kell napadi megölni. Tudod még amikor... már ma mit tudom. Menj már, amiket csinálnál, bolond ez. Mert nincs olyan hű, de sok bossz. Tehát akkor hamar gyorsan elmehetnénk csillagfémét, meg fekete érnél. Kimérjátok a lovat kerestét akarnó, aztán utána haza. Na, ennyi is volt. Ez a legendással meg... tessék? Ez valami kalapács szett ez mi? Kalapács szett? Aha. Hol? Kalapács, véső. Hát itt nála. Ja, ez ugyanilyen legendás, csak ezzel meg nem fegyvert, hanem páncért tudsz javítani. Itt a tábla, igaz? Bár csak beszél. Tovább belőle is akkor beszél a tábla. The wind demons that we use to complete our errands are fed on the flesh from the sacrifice pits, and they see your kindness prey. The aviary allows us to rule our empire, carrying the decrees of the triumvirate across the land. Most jön lángos tesója, de neki vannak testőrsége. They are intelligent enough to never lose their way. Istenek, hát én nem visszateszem lehet a kiskést, nem tudom, hogy jól döntök-e, de... eddig az íjazás jött ebbe a játékba be a legjobban. Hát csak azon sokat annyi azért nem sebzel. Hát dehogy is nem. Hát jó, ha húzod azt... de... ez szerintem ugyanolyan... design ellen, mint a kincses láda, meg az a másik, ha belenézze. Elvisszük. Na és itt a lángosnak a tesója. Van egy pár saját testője. Nem sok. De miért kettőket behívni? Mert jobb különben védegezni velük. Nincsenek sok. Csinálj már valamit! Nézd védet meg! Én ezzel nem tudok ebben a játékba harcolni. Később? Aha, semmivel. Tehát ami vágó, szúró szert van az. Az 50%-át mellé vágom.
sokan. Na, ennyi volt. Látod, nem jössz is. És akkor jött a boss. Íme a nekte sok. Csillagfémkarda. Igen, ne estvény nyugodtan. Ebben van egy kis pénz. Másikba semmi. Pénz? A gold. 17 volt benne. Többibe semmi. Semmi értelmes. Jó, én azt mondom neked, hogy induljunk hazafelé. Majd ide még visszajövünk. Szerintem is, mert most... Jaja. A korrupció is nagy, már mindenből kifogytam. Meg akkor még hamagyoshoz fedünk fekete jeget, meg csillagfémet. Meg lesen uzsonna idő. Az meg fontos. Aha. Utána én még visszajövök építgetni. Csinosítani a szobámat, pont. Csak átfutunk, nem állunk meg. Maximum elfogy a stamina. Fel van, ja. Tudtam kérdezni, hogy tel vannak is 600 a HP-je? Nem HP-je, a staminája. Én nem tudom mennyi neki. Én csak jövök után, az kész. Mutatom azokat. A lovat kerestetek, oda kell menni. Ki emlékszik már ilyenre? Átmegyünk. Látod ezt a nagyon-nagyon magas hegyet? Uh-huh. Legtetején van egy NPC, akitől fragmentért lehet venni receptet. De oda fölmászt ilyen gyélmény. Na, itt még nem voltam. Én tavak, itt van legtöbb kína a mappon. És ezért majd kín kell, ide tudsz jönni.
Inkes erősen ide tudsz jönni. És ez miért is jól van maszk, mert nem csak a homok elmét, hanem a gáz ellen is. Kell egy map, hol vagyunk? Igen... A Konamba. Akkor itt átmegyünk, egy ballos, utána meg egy jobbos. Valakit elütöttek. Nem én voltam. És itt mentetek ti is fel. Nem is így menjünk, ez a legrövidebb. Tudj a fene, hogy jól járunk. Kis szavannám. Szerintem... Mizu? Hát, ja, ez a kurva lova, ezért kibaszott fának a lomkoromában. Ezt nem tudtam tovább. Te nevedet kiabálja itt két csuklyás fiatal. Nem biztos. De én hallottam. Hát olyan messze vannak, hogy én már nem hallom. Azt mondták, hogy vegyél tőlük eselni. Esni fog? Mhm. Uh-huh. Hogy napszemüvege. Meg selfie botot is árultak, úgy láttam. De most jó pár szintet kaptál, nem? Nem néztem meg, hogy menj. Majd megnézem a végén. Oké. Okay. Amikor a biztonságos helyen vagyunk. Hát amikor már nem kell itt követni téged, hogy merre megy. Ja. Csak egyenesen. Ah, azt már azóta 66-szor fordultál jobbra-balra. Csak egyenesen. Nem baszol át, figyelek el. Jó, na, itt vagyunk Kimélejában. Ez hasonló, mint ahol mi is lakunk, Asgard, csak ez hát talán kicsit nehezebb terület. És esik. Á, itt is. És esik. Ott egy obelisk. Aha. Ha már úgyis itt mélyünk át, nem tartsa meddig aktiválni. Ha megint korrumpálódok. Ha minden obelisk. Korrupcióban. Korrupció. Jó, és akkor föl a
kis dombocskán. Remélem nem arra a fehér tetejűre gondolsz ott elő. De! Ott a csillagfény meg a feketei. Jézus ereje. Van út, szóval semmi. Ez még 3 óra legalább. Odáig ellovagom. 10 perc is ott vagyunk. Itt vigyázz, itt van egy P4-es kinyílj. Ő mindig itt sétál. Szia! Azt mondja, Na jobb a csepp, mint a Lian. És elméletek, ha jó lenne, és szem, itt még nem fogunk meghagyni. Na, ott már van is csillagfény. Látod ott van? De ez mi pé... az ott? Aha, ide a hegybe szokott becsapódni. Hát nem könnyű megszerezni. De nézzünk olyat, ami azért nem ilyen területen van. És könnyen megszerezni. Na, egy két kecske. Na jó, de ezek vérkecskéket támadnak, basz. A két ütés is. Volt kecske, nincs kecske. És itt a földön érve. Látod? Na itt is vagyok. Csodálatos. Ez nem tudom, ez vajon fekete ég, vagy sima ég. Aztán egy picit adok neked pukinyira. Eltettem, igaz? Ott nem. Tessék, ugye csak ezzel tudod kirobbantani a csillagfénynek a burkát, hogy utána fel tudsz adni. Ez fekete ég? Nem, ez sima ég. Nagyon hideg van. Jó, de mi nem fagyunk, addig még nincs baj. Mondom, te is fázol. Uh-huh. Amikor már nagyon-nagyon hideg van, az a pocsék, amikor már megfagysz. Extremely cold, nem? Aha! Ez jó, nem jó. Nagyon hideg van. És a fekete jég? És fekete jég. Francba. Kell a poti. Itt kell lenni a fekete jégnek. Ez egy sima jég. Ha nincs sok potid, akkor esetleg... Ne, ezt ki kell robbantanod, ez a csillagfény. Húzd, ezt szedd ki, én addig nézek fekete jeget, meg potizzál, meg ne fagy. Kell lenni egy kevés... itt van fekete jég, azért mondtam. Az fekete jég, ez kell nekünk. Na, érdekes, hogy itt meg már nem fázunk. Jézusom! Ez mi? Nem tettem fel egy darabot sem. Itt van valami, ami még sosem volt. Egy kicsit tovább. Ez valami új golem, nem tudom, hogy miért az. De itt legalább már csak nagyon hideg van, szóval nem fog. Egy potis nincs sok hát. Ha van mit tudom. Egy kettő van. Nem tudom, ilyen még itt nem volt. Ez ő is valami újdonság lesz. És ahogy látom, nála is van az a Steve. Beteszem a robot, nem tudom. Beteszem a jéget is. Meghalt? Ez nem, lesétált a francba.
Ki tudtad kömbbe elbantani? Mhm. És nem adott semmit? Nem. Szétvertem, de semmit nem látok magamnál, ami... Látod ezeket a sötétebbeket? Ez a fekete ég. Aha. Szedjél. Akkor lehet, hogy még az acéllal nem ad csillagfémet, hanem az kell a... Kell az... Mi az? Jobb acél. És csak az fog már adni csillagfémet. Már sem mindegy, hogy milyen eszközzel vagyunk. De nem baj, az miatt mindenképp kell a fekete ég. Itt van már megint. A barátod. Én még sose láttam. És külön létre kap vérzés. Van, meghalt, az biztos. És megcsapkodjuk, ad valamit? Ha, csapkod? Ő is adja azt a vérkristályt. Én átpakolok a lóba, mert ne ezek vagyunk. Vagy én legalábbis. Ez a te lóval. Meg Goldstone is volt nála. Meg jó. Silver. Fekete jégünk van legalább. A legalább az. Nem, szerintem... még nem jó az acélfegyver, szerintem acéllal nem lehet kibányászni, csak a jobb acéllal. De ahhoz is, hogy azt le tudjuk craftolni, az kell a fekete jég. Legalább azt szedtünk. Jó, akkor mehetünk haza. Na jó, lesz, mert egy potin maradt. Nekem van még 10, azt még adhatok esetleg. És érdekes, hogy itt azért még fázunk, de ott már nem. Nem baj. Fekete égünk van. Egy a kettőből is jó. Szerintem az lesz a gond, hogy még acéllal nem lehet kibányászni. Fekete égen megerősített acélt. Az szép úr. Mestem a lóról vagy. Ja, láttam. Ugye potizzunk. Itt már nem fagyunk meg. Mert csak ideg van. Ki akar nyiratni? Ez volt a terv. Szerintem ma még egyszer nem haltál meg, ne? Mindig közel álltam hozzá, az mindig rám jött az összes boss, dög, jószág, jég, vagy, minden rám jött. Jó, mindenkivel be ismerkedni. Mindenki is az én halálomat akarta. És akkor egyszerűen haza lovagolunk. Ez szerintem egy egész tartalmas kiskaland volt. Ez most ilyen nem ló, hanem kecske. Ez a tél az zsiráf, maradjunk annyira, jó? Van egy faboz, de megyünk tovább. Ott alszik, látod? Szép ugás volt. Ló. Ló bírja. Hát több HP-ja, mint neked. Az enyémnek 22.000 HP-ja van. Szép. Szóval egész jól sikerült ez a ló. Szerintem még nincs is kimaxolva.
és amint itt felmegyünk, már lehet látni Asgardot. Nál az Isten. Ott is van. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Mindenki megúszta. Kivételesen. Hát szerintem itt a legegyszerűbb, ha itt fölmegyünk, és akkor már otthon megyünk. Ott végig egyenesen, és már ott lehet látni a házat. Nagyobb ellenállásra számítottam. Hol? Itt a szomszéd. Az Asgardia. Jó, de azért ilyen nehéz páncélba jönnék, ha alap is. Meg ugye van velünk két ruha. Na, itt a házikó. Á, az Isten. Védelem! Mindenki megvan. Kaput nyis. Paci itt. Követő ott. Na ne kövess! Jóska, gyere, gyere ide! És akkor kibetettünk cuccot, vagy vegyünk ki mindenkiből minden. Fölcsammogunk. De... Hello, te miért jössz? Hát gondolom, én nem mondtam neki, hogy ne kövessen. Ha maradjál itt, parkolóba, hello. Jó lesz neked, hidd el. Kicsit túlsúlyos vagyok, de... És ha jól emlékszem, akkor ahhoz, hogy az acélból jobb acél, vagy nem is tudom minek mondjam, keményebb acél, vagy legyen, az csak a feketejék kell, és azzal a cuccal már tudunk akkor csillagfémet is kiszedni. Azt hittem a sima acél is jó, de ezek szerint nem. Gyere ide, Jánya, mutasd, mit van! Itt a 20-as, táncolj nekem! És már le is vitte. Köszi, cseh! Mindjárt be is teszem a feketejéget. És igen, feketeik kell ahhoz, hogy jobb acélunk legyen. És abból tudunk akkor csinálni újabb eszközöket, és akkor azzal már tudunk majd csillagfémet kiszedni. Ezért nem kaptunk akkor. Úgy. Tökéletes. Bár igen, mit csinálok? Akkor kibontom a csomagokat is. Mert így is itt vagyunk. Fa, meg csont, meg vasat kaptam belőle. A Black Fish-tájt, ezt hova szeretném? A nagy stekénybe nyugodtan dob be. Az, ami nem tudom mit csinálni, mert azt is ki kell tanulni. Ja, meg ahogy látod, itt már van... Hé, itt van 15 csillagfémünk, ha... A múltkor szerezted szerintem. A szilver, arany? Kemence. Ki van sütve? Nincs. Akkor tedd ide belépsz. És mondanám, hogy tedd be, ha lenne hely. Mindjárt csinálunk helyet neki. És akkor még nem elég a csillagfém, ez a fekete jég, mi kell ahhoz? Még kén is kell ahhoz? Kisüljön. Na,
Ami igaz, azt tudom, hogy kell pluszba. Engem ne kérdezz. Mindjárt teszek be egy Yamaha megkerésként, mindjárt beteszek, aztán megnézzük, hogy működik-e vagy sem. Aha. Szóval a jobb acélhoz ugye kell a, csak a fekete jég, ha belenézel a kemencébe. Ahhoz, hogy a csillagfény kisüljön, ahhoz meg kell a fekete jég, meg a kén. És 15-ből lesz 5, az a szárnyasával süti ki. 3x5, 15, 3-asával. Oké. Okay. És van ám 750 csón. Na hát szerintem megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Aha. Egy jó kis kaland volt. Világot láttunk. Jó sokat. Látom, majd kell Aloit visszegyünk délen. Ege. Lassan nem lesz meg potén. Ez mi volt? Ja! Készíts egy gyógyítókát, feladat volt nálam. Ja, én kipakoltam. Korrupció azt tudja, a táncos lány nevette. Igen. Tartok egy kis szünetet, utána még itt díszítgetek, meg még amit kitanultam, azt meg kell nézni, hogy miből tudok jobb műhelyeket letenni, vagy mi az, ami még esetleg nincs meg. Aztán most fogolni. Köszi a játékot, aztán majd folytatjuk. Én is köszi. Na jó van, Ali, sziasztok. Sziasztok. Na szóval, fiúk, lányok, ez lett volna egy újabb kaland a Connect Silence-be. Remélem tetszett nektek. Folytatjuk innen tovább. Hát majdnem 3 óra volt. És hogy elment az idő? Szóval, további szép napot, jó hétvégét, köszönjük, hogy itt voltatok. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!